Az Erkel Színház volt az első, amelyet tulajdonképpen másfél évvel az ide érkezésem után sikerült megnyitnunk. Ez nagyon fontos pillanat volt, hisz addig kellett bejáratni az Erkelt, ameddig az operázat majdnem zárul be, hogy meglegyen a mentőhajónk. Közben elkezdtünk dolgozni egyébként az Eiffel műhelyházon, amelyik szintén megnyílt, oda ment ki az összes műhelyünk. Ott lettek próbatermeink, egy addig soha át nem élt, de valójában mindig hiányzó helyszínünk lett, egy nagy-nagy hátterünk ott. De közben itt volt ez az épület is, amelyik teljesen elöregedett a 40 éve létrehozott státusából, és elkezdtük 15-16-ban egyes szintjeit felújítani, majd az operaház 17-es bezárásával az egészet átadtuk egy nagy újraépítésnek. És miközben az operaház bezárt és újra nyitott, az Eiffel már végüzemben van, és az Erkel Színház is tulajdonképpen képes arra, hogy játszon. Azon közben ez az épület még a mai napig várta, hogy újra birtokba vegyük. Úgyhogy tényleg egy hosszú, akár 10 évesnek is mondható nagy út végéhez érkeztünk el. Minimális simítások még vannak odabent, de már a 13 színből 11-et tudunk használni. Úgyhogy itt volt a napja, meg a simán évforduló is, hogy 80 évvel pontosan, percre pontosan azután, hogy ő először énekelt az Andrássy úti Ibőpalotában, most megkaphattuk az ő nevét a családjától, és hát most egy ilyen 13 szintes magas épületben is lehet az adminisztráció, meg a teljes énekkarunk, gyermekkarunk. László Boldizsár barátom az opera kiváló tenoristája, aki egyébként még mindig ápol kapcsolatokat a swing világával, ahonnan érkezett, ugye? Minőségi könnyűzene felől. Ő már többször ajánlott mindenféle együttműködéseket, de ezt most én ajánlottam ő neki. Hogy itt van ez a Máté Péter dal, ami Máté Péter egyetlen, tudomásom szerint az egyetlen, saját maga által írott dalszövegre szerzett dala. Őszinte, hazafias, szép dal, élmény elénekelni is, és hát Boldizsár a ketten az ő zenei producerségével összehoztunk egy ilyen feldobott verziót, amelyben egyébként a hangsúlyra érkező hazám szavakkal Simádi Józsefet is, és a Bánkbám ikonikus sorát is bele lehetett csempészni a dalba. Így alkalmasnak tűnt arra, hogy egyébként néhány snittjét itt ezen a tetőteraszon fölvéve, hogy letegyük egy héttel a megnyitó előtt, és a figyelmet erre az egyébként nem annyira attraktív, mert hát eléggé, hogy mondjam, praktikus háza mégis ráirányítsuk. Az operaház szolgáló leányáról van szó, nyilván nem lehet vetekedni az opera építészeti értékével, de Siklós Mária korabeli formaterve azért építészeti nívódíjat kapott, és egyébként rendkívül hasznos is neki. Úgyhogy ezt gondoltuk felvezetni. Éles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de csak föld vár.